A peresválás köztudottan bonyolultabb és nehezebb is a házastársaknak, illetve valamivel költségesebb is. A jelenleg hatályos törvény szerint azonban a megegyezéses eljárásról is a bírósághoz végleges döntést. A bíróság itt csak jóvá hagyja azt, amit a felek igazából már aláírtak és készen benyújtottak a bíróságnak. Még a peresválás esetében a gyámhivatal kötelezően részt vesz. Véleményezi azt, hogy melyik szülő, ahogy ők ezt hívják, adekváltabb arra, hogy a gyereket egyedül tovább nevelje, vagy pedig közös gyámság legyen, vagy esetleg valami harmadik lehetőség. A megegyezésen alapuló válást hamarosan közjegyzőnél is intézhetik a felek, ugyanakkor ilyen váláskor is bizonyos esetekben a bíróság felülbírálhatja a házastársak megegyezését. Felmerül tehát a kérdés, hogy a közjegyző jogkörei alapján mit tehet ilyen esetben. Megegyezéses bontóítéleteknél, tehát a válópereknél, amennyiben a két fél, illetve a házastársak megegyeznek akkor, hogy a közjegyzőknél ki lehessen mondani a bontóítéletet. Különben a bíróság az illetékes, de mivel perenkívül eljárásról van szó, a közjegyző törvény lehetővé tehetné ezt az eljárást is, de ez egyelőre még törvényben nincs lefektetve, nem folyik róla képviselőházi vita sem. Egyelőre tehát csak javaslatról van szó, amit jóvá kell hagynia az igazságügyminisztériumnak, majd ezután terjeszthetik megvitatásra a parlament elé, mely folyamat végén majd törvénymódosításra kerülhet sor. A közjegyzők hatásköreinek bővítésével a bíróságokat szeretnék tovább tehermentesíteni. A temerini irodában 6 jogász rendelkezik a hitelesítéshez szükséges engedéllyel. 2014. szeptemberétől a közjegyző intézményének bevezetésétől számítva azok mintegy 2 millió okiratot hitelesítettek. Az utóbbi 3 hónapban, miután kizárólag az ő hatáskörükbe került át az aláírások, átiratások és kéziratok hitelesítése, 850 000 dokumentumot hitelesítettek a közjegyzők.